vonat ismét alkalmas lesz arra, hogy gyorsabban, biztonságosabban és kiszámíthatóbban tudjunk közlekedni más városok között, elsősorban Budapest-Debrecen relációban. De természetesen ehhez kell majd nyilván a MÁV-nak is a megfelelő szolgáltatási körülményeit úgy alakítani, javítani, hogy ez kellően vonzó és versenyképes legyen. Én hiszek abban, hogy ez is meg fog történni. Minden esetre egy dolog biztos, a vasúti pályának a felújítása, fejlesztése, ami hosszú évek óta folyamatosan és szakaszosan, de mégis biztosan halad, hol nagyobb, hol kisebb elánnal, de mégiscsak megy, az Debrecen számára és a megye, Hajdú-Bihar megye számára, a debreceni agglomeráció számára egy nagyon komoly további lehetőség az itteni gazdasági potenciál és az itteni lehetőségek bővítése és gyarapítása terén. Jó néhány befektető és vállalkozó, amikor megnézi a lehetőségeket, akkor megnézi persze az autópálya, az út összeköttetéseket, a légi közlekedés lehetőségét és természetesen a kötött pályás elérhetőségeket, áruszállítási lehetőségeket, és egy dolgot biztosan mondhatunk, már most látszik az, hogy mind a repülőtérnél, mind a nagy multinacionális cégek Debrecenben megjelenő vállalatainál a vasúti közlekedés és a vasúti rácsatlakozás egy komoly és kulcsfontosságú kérdésnek számít, és számítani fog a jövőben is. Ebből következően, ha csak ebből a szempontból nézzük ezt a fejlesztést, a mostani átadással összekapcsolódó műszaki tartalmakat, azt kell mondanunk, hogy ez Debrecennek, az agglomerációnak és az egész térségnek hosszú távon újabb helyzeti előnyt, újabb gazdasági lehetőséget, újabb munkahelyeket, újabb gyarapodást fog biztosítani. Teljesen egyértelmű, hogy a munka nem fog itt megállni, hiszen itt nyilván olyanok vannak jelen, akik követték a következő Európai Uniós finanszírozási rendet. Szóval látható, hogy a munka nem fog megállni, 2021-től az eddigiektől jelentősen nagyobb forrásmennyiség áll majd rendelkezésre, és mindez a közösségi közlekedésre fordítható. Nevesíteni is kell, és szabad is már, azt gondolom, hiszen a meghatározás szerint akár 2000 milliárd forintot is felhasználhatunk erre a célra. Nyilván itt a felelősségünk megvan. Megfelelő tervekkel, megfelelő projektelőkészítéssel kell rendelkeznünk, de hát ez sem újdonság, ez ebben az Európai Uniós finanszírozási rendben, támogatási rendben úgy gondolom, hogy a beugró az alapcsomag. És hát látható, hogy a sikeres lekötés érdekében a kormány a nyár végén már konkrét döntéseket is hozott. Ez a magyar közlönyben olvasható, mindenki számára elérthető. Összesen 32 milliárd forintot biztosított 20 vasúti fejlesztés előkészítésének a tervezéséhez. A cél tehát teljesen egyértelmű, tiszta, élhető Magyarországot, biztonságos környezet kímélő közlekedési módot szeretnénk még inkább elterjeszteni. A hagyományok megvannak. A válságosabb évek után én azt gondolom, hogy ezek a minőségi fejlesztések újra abba az irányba terelik majd az utazókat, hogy vegyék igénybe a vasút szolgáltatását. És hát nézzük környezetünket, miről is szól ez a fejlesztés itt a mi világunkban, itt, ahol nap mint nap élünk. Azt tudom mondani, hogy a vasútvonal korszerűsítése nyilván még könnyebb és gyorsabb elérhetőséget biztosít, akár Hajdú-Szoboszló, akár Debrecen számára. Teljesen egyértelmű látszik is, hogy még mindig nagyon sokan, és egyre inkább remélem többen igénybe veszik a vasúti közlekedést, azok közül is, akik mondjuk Hajdú-Szoboszlóra jönnek pihenni, Hajdú-Szoboszlóra jönnek nyaralni. Nagyon sok egyetemistát látunk, aki választja ezt az utazási módot, de alapelvárása, hogy a járműveken, a szerelvényeken internet elérhetőség legyen, azt gondolom ez sem egy különleges dolog. Tehát a napi élethez igazodnak ezek a fejlesztések, ezek az elképzelések, és ha ezt tovább tudjuk erősíteni, akkor biztos vagyok benne, hogy még többen fognak utazni ezen a vonalon is. Az látható, hogy ez a fejlesztés, ez a program kettő részben valósult meg. Nyilván volt egy Debrecen-Ebes közötti szakasz, amiről most tudunk tájékoztatást adni, illetve volt egy Püspökladány, Kabát és Hajdú-Szoboszlót is érintő fejlesztés.